Tehát Moldova a 20. század elején az oroszok irányítása alatt áll. Volt egy nagyon rövid idő, 1917-ben, amikor a bolsevik hatalom átvétel már lassan ugye elindul, de előtt ott van ez bizonyos időszak, és akkor megpróbál Moldovának például beszarábiai része függetlenedni, és Romániába, Nagy-Romániába betagolódni, de ahogy megstabilizálják a hatalmukat a bolsevikak, rögtön egy ilyen bábállamot létrehoznak, és ugye ez a bábállam 1924-től 1940-ig van jelen, és ezzel ugye a moldáv autonóm szovjet-szocialista köztársasággal próbálják ott területen hát egy kicsikét óvó szemeiket a bolsevikok rajta tartani ugye annak a moldáv terület részen is többek között. Rendben van, 1940 Molotov-Ribbentrop paktum ugye életbe lép, és ez azt jelenti, hogy a Szovjetunió imáron nem mint bábállamot tartja meg ugye ezt a moldáv autonóm köztársaságot, hanem annektálja a saját birodalmi rendszerébe, olvasztja be, és gyakorlatilag a rendszerváltás megkezdéséig, ugye 1989-91-es periódusról van szó, ez a moldáv terület Szovjetunió részéként működött. Megvan a rendszerváltás, ez nagyon fontos, és ugye gyakorlatilag a hagyományos értelemben vett moldáv területek, hát egy, ugye ők is elszakadnak, ugye ezt tudjuk jól, mint hogy nagyon sok más állam a Szovjetunió szétesését követően, vagy szétesésének folyamata alatt, és Moldáviában létrejön egy olyan új gondolat, hogy egyfajta ideológiai, eszmei masszát, egy valamilyen összekötő elemet kell beemelni a párbeszédbe, hogy itt össze lehessen tartani a társadalmat, és ekkor megjelenik, hogy egy moldáv-román nyelvi kulturális újjáéledést kell a nemzetépítési zászlónkra kitűzni. Hát ez tökéletesen rendben volt, hogy egy Nyeszter nyugati oldalán lévő moldáv területeken, hiszen ott a túlnyomó többség románul beszélt. De Nyeszternek a másik oldalán lévő Moldávia, amely ugye Nyeszter köztársaságként van ugye számon tartva, hát ők azt mondták, hogy ebből ők nem kérnek. Ott a lakosságnak ugye 30%-a orosz, a társadalom, tehát ugye ennek a köztársaság társadalmának a nagy része alapvetően oroszul beszél, orosz anyanyelvű, az oroszok irányában van levitálás, tehát abban az irányba haladnak, és nem ugye Nyugat-Európa irányába, és akkor itt kialakult egy konfliktus. Ugye ez a transznisztriai háború, és hát természetesen az oroszoknak ott valamit lépni kellett, hiszen a helyi orosz etnikumnak a élete forgott kockán, és akkor megjelentek katonai kontingenssel, majd ezeket kivonták, és a mai napjainkig is egy olyan 1500 fős orosz erő van ezen a területen, pontos létszámokat nem tudjuk, és itt annyi a lényeg, hogy ez a, hát gyakorlatilag úgy fogalmazhatom meg, hogy egy ilyen kvázi önálló, de szeparatista állam Moldáviából kiválva, annak a fenntartása, hogy ez ön állon tud működni, annak köszönhető, hogy ezek az orosz erők ott vannak, hiszen Moldávia, a moldáv köztársaságnak nagyon gyenge a hadereje, hát ők alkalmazanak arra, hogy az ott lévő, a Nyeszter túloldán lévő oroszokkal szemben felvegyék a kesztyűt, meg hát annak ugye lenne aztán a következménye érthető módon, úgyhogy ezt nem kockáztatják meg. Rendben. És akkor most vagyunk ott, hogy 2022. február végén mi alapján hirdette meg ezt a bizonyos háborút, vagy kezdte meg a háborút az orosz felső politikai katonai vezetés? Hogy indult meg? Putyin elismerte a két kelet-ukrán szakadár államot, ugye a Luhanszki és a Donyeszki népköztársaságot, tehát elismerte őket, és utána indult meg a katonai offenzíva. Ebből mi a konklúzió? Mert ugyanez jelent meg kérlek szépen, és ugye ezt tökéletesen tudjuk mindannyian, a Krím esetében is, hogy elismerte az önálló függetlenséget, és utána indult meg szépen a folyamat. Mármint az átcsatolásos, vagy visszacsatolásos, ugye ez mindig nézőpont kérdése.
arra akarok kiukadni, és itt érünk el a kérdésünknek a megválaszolásához, hogy vajon Putyinnak mi a következő terve? Be fog-e menni Moldovába? Ha igen, akkor milyen koncepciók mentén mehet be? És akkor nagyon fontos, vagy ekkor nagyon fontos, hogy arra kell figyelni, hogy az orosz katonai politikai vezetés megfogalmazza-e az, hogy ez a Dnyeszter menti köztársaságot hivatalos, de jure, tehát jogilag is elismeri, mint önálló független politikai államot, entitás, mert akkor rögtön meg lehet ugye azokat az érveket kondítani, hogy kérem szépen, ott vannak az orosz kisebbségiek, akiket elnyomnak, és akkor be kell avatkozni. Ezt úgy is megteheti az orosz katonai vezetés, hogyha elismer és azonnal Odesszát elfoglalja, és utána bemegy. Rendben. De ez azért nem annyira egyszerű, és ennek a nemzetközi megítélésével azért finoman szóval lennének problémák. Úgy is kiválthatja ezt Putyin és az orosz katonai politikai vezetés, hogy nem azt mondja, hogy katonailag rögtön bemegyünk, hanem különféle módszerekkel megpróbálja belpolitikai destabilizálni ezt a területet, ezt a moldáv területet, és a destabilizáció révén olyan zűrzavaros állapotok jönnek létre, amely oknál fogva, mondjuk, és teljesen véletlenül, egy picit felhergelve az ottani orosz ajkó és etnikumú lakosságot, elkezdenek kicsit lázogatni, a központi moldáv kormányzat pedig pressziót kezd alkalmazni az ottani oroszokon, és hát akkor természetesen mit fog majd mondani Putyin? Hát ezek a mocskos moldávok, hát mit csinálnak az én szeretett véreimmel? Azonnal be kell avatkoznom, különben ezeket itt kinyírják. Lehet egy ilyen opció, vagy pedig a harmadik az az, hogy egyáltalán nem fog katonailag bemenni, de ugyanezt a dividend impéria, az a oszt meg és uralkodj elve alapján fogja azt csinálni, hogy destabilizálja a területet, megpróbálja politikai befolyás alatt tartani, és folyamatosan olyan körülményeket próbál kialakítani és fenntartani, hogy fontos legyen az orosz anyaországgal való kapcsolattartás, tehát hogy például belbiztonsági instabilizáció van, és akkor ott kell lenni az orosz katonáknak, küldeni kell a Zsuzsót, meg hasonló dolgok, tehát hogy legyen egy függőségi viszony Oroszországgal, és nem utolsó sorban, vagy utolsó sorban, mindegy, hogyha meg tudna valósulni ez a koncepció, kérlek, hogy Odessa, Transnistria és Moldáv területeket elfoglalja, vagy legalább a szakadár Moldáv területeket elfoglalja Putyin, az azt jelenti, és ez a nagy képlet, ez a nagy egész, hogy Ukrajnát teljes mértékben el fogja tudni zárni a vízi vagy tengeri kiárattól, hiszen Odessa val, és ugye a dél-nyugati kis csücsökkel, és utána van már ugye a moldáv területek, ha ezt megszerzi Putyin, tökéletesen be tudja keríteni úgy Ukrajnát, hogy nem lesz vízi kijárója, innentől kezdve pedig egy olyan geostratégiai előnybe fog kerülni, illetve Ukrajna olyan hátrányba fog kerülni, ami alapjában újra kondicionálja a felek közötti hát hogy is mondjam, politikának a mienségét. Nyilvánvaló módon félreértés ne essék, ugye itt azért vannak olyan feltételezések, hogy Ukrajna meg tudja nyerni a háborút oroszokkal szemben, nyilván katonai, politikai vonatkozásban értelmszerűen nem, hát óriási különbségek. Nézzük rá a térképre azért, nem egy bonyolult dolog. De ugyanakkor bizonyos, főleg itt a szankciós politikák révén, közép, de inkább hosszú távon azért lehetnek olyan dolgok, ami azért eléggé tudnak majd fájni az oroszoknak. És nem utolsó sorban, akkor itt most lesz már ez a gondolat, ezzel zárunk, ezért is nagyon elemzi Putyin és a stábja, hogy a moldáv területekkel mi legyen, bemenjünk, ne menjünk be, hogy menjünk be. Ez nagyon rövidesen azért ki fog derülni. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Egyébként a moldáv és román témakörről majd még fogunk beszélni, hiszen ugye amikor Trianon és Magyarország kérdését veszem Gorcsi alá, akkor ez is szóba fog kerülni, úgyhogy egy kis türelmet kérek. Minden jót kívánok, további szép napot, szervusztok, hello!